Sziasztok! Strezi vagyok, ismét az erdőből jelentkezem. A már így ősszel, télelén megszokott Sár az erdőből sorozattal. Éppen karácsony napja van, 24-e. Gondoltam, kihasználom ezt a remek nyugis napot, és elmegyek egy nagy körre, a Gerecsére. Majdnem be is jött a tervem. Jó tekerés megvan, hatalmas sár is megvan. Sajnos egynek fölfele megint sikerült a kb. A mászás 3/4-nél letépni a hátsó váltót. Most már legalább tudom, hogy túlfeszes a láncom, és amikor tele van a hajtás sárral, akkor végképp nem szabad hátrafele is megpróbálni tekerni. De hát erre van a bringa, ilyen élményekért. Nem a vitrínbe tartjuk, ugye? Meg is mutatom szegény gépet. Ja, igen, még egy apróság. Aztán mentem tovább, föltoltam a bringát, és jön a remek lejtő. És persze a lejtő közepén felütéses defekt, tehát leszakadt, sárral teli hajtással, lapos kerékkel letolni a biciklit a hegyről. Azt hiszem, valahogy így kell befejezni az évet. Na és akkor mutatom. Hát többször beállt már a egész, sajnos a sártól. A leszakadt, feltekert váltó. Ezzel a rögzítési móddal sikerült úgy megállítanom, hogy nem fityek be. Persze minden szerszám nélkül indul neki az erdőnek, ahogy kell. Igazából semmivel nem lettem volna hamarabb otthon, hogyha ezt meg tudom csinálni. Na hát, valahogy így kell kinézni egy egészségesen használt biciklinek, aztán majd én a magas nyomású mosó és rendbe rakjuk szépen. Na, körülbelül ennyit akartam most mondani. Remek éven volt, 5 hetet töltöttem külföldön mindenféle remek európai ösvényeken tekerve. Ugye kezdődött az év tavaly januárban, mínusz 14 fokba repültem ki Barcelonába, a Pireneusok lábánál sikerült a Basquem TB-vel tekerni egy hetet, nagyon jó volt, szuper elszakadás volt az itthon igen fagyos télből. Aztán jött tavasszal az alpin bájkosokkal Finale Ligure Spanyolországba, Olaszországba, szintén EVS pálya. Ott nagyon sokat tanultam, ugye már új biciklivel, a Canyon Spectrállal. Aztán jött ismét egy spanyol túra, a Basquem TB-vel megint, de most a Pireneusok hosszában egy úgynevezett Backcountry Pyrenees túrán voltunk. Ott már ugye megint a Spectrállal tudtam menni. Aztán jött a nyár, nyár közepén sikerült havat találni. A Ben Jones csapatával egy Mont Blanc csúcskerülésen voltam, megint egy hetet. Eszméletlen helyeken voltunk, saját erőből fölmásztunk 2800-as hágóra. Erről pont tegnap előtt tettem fel a videót, a másodikat, ahol le is ereszkedünk onnan. Nagyon szuper volt. Igazából talán a legemlékezetesebb az, hogy átrepült fölöttünk egy sas, ott körözött. És nem is láttam, hogy mekkora addig, amíg az árnyéka az előttem tekerő fölött átment, és látszott, hogy egy ilyen bő 2 méteres árnyék átsúlyan felette. Nagyon szép. Azóta, aki követi a BBC Planet Earth című sorozatba, be is mutatták ezeket a sasokat, amik ott élnek az Alpokba. Nagyon szuper élmény volt, persze a tekerés is. Ezután elmúlt a nyár, fantasztikus volt, és jött az újabb túra az alpin bike-kal, Olaszországba mentünk, a Dolomitokba, ahol nagy részt lifteztünk, illetve pár körtúrát is mentünk, sikerült ott az első hóba belefutnunk, nagyon komoly kiképzést kaptam sárból, de azt hiszem tanultam valamit, így most ezt a túrát se veszem olyan halálosan komolyan, túlélésre játszunk. Szóval így telt az év, nagyon szuper,
azt hiszem kívánok mindenkinek legalább ilyen első tekerős évet. Ugye hosszú kiadás után kezdtem újra biciklizni, és ez volt gyakorlatilag az első teljes évem. Nem versenyzek, de nagyon-nagyon jól érzem magam a bicikli nyergébe. Talán jövőre megpróbálok egy-két maratont, bár szerencsére fiatalon bejártam már a magyar maratonokat, és meg volt a versenyélmény, de meglátjuk, majd belekóstolok idén, illetve jövőre egybe. Jó, köszönöm mindenkinek, aki követett. Sziasztok, és kívánok mindenkinek legalább ilyen jó 2018-as évet!